szeretettel köszöntöm nézőinket. Folytatjuk a Gondolkodj Szabadon című sorozatunkat. Immár ez a második évad, negyedik része, és ahogy arra korábbi nézőink emlékezhetnek, ebben az évadban a bibliai régészet felfedezéseivel, vagy pontosabban fogalmazva azzal foglalkozunk, hogy az archeológiai régészeti kutatások mit mondanak a Szentírásban található történetek hitelességéről, valószerűségéről. A korábbi részekben olyan jól ismert témákkal foglalkoztunk, mint Bábel tornya vagy Ábrahám története. A mai adás témája sem ismeretlen, mert mindenki hallott már szerintem Szodoma városáról, vagy legalábbis Szodoma nevét mindenki ismerheti. Ahogy a bábeli zűrzavar, ugyanúgy a szodómia, a homoszexualitás régies elnevezése is, mind a Bibliából eredeztethető kifejezés. De mit mond a régészet Szodomáról? Létezette, akkor és ott létezett, ahol a bibliai leírás mondja? Valóban úgy pusztult el, ahogy arról a Szentírás számol be? Ezekkel az izgalmas kérdésekkel foglalkozunk ma. Tartsanak velünk, gondolkodjunk együtt, szabadon. Szodoma nevét mind a mai napig az erkölcsi romlás szinonimájaként szoktuk emlegetni. Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében található a történet, és a történet szerint a város lakói fényűző életük napjait szexuális kicsapongásokkal töltötték, még az idegeneknek kiáró vendégbarátságot sem tartották tiszteletben. Ahogy a történet mondja, a homoszexuális férfiak csoportos erőszakot akartak elkövetni Lót két férfi vendégént. Ezért aztán Isten nem csak magát a várost, hanem az egész környéket is tüzesővel, kénköves esővel pusztította el. Az egykor virágzó települések helyén ma kietlen kősivatag és az élettelen holt tenger található. Azt mondhatjuk, hogy nem csak napjainkban hivatkozunk úgy, hogy Szodoma és Gomora a bűn városa, hanem már a bibliai időkben példabeszéddé vált ennek a két városnak az istentelensége, a bűnös élete. A kánaániták által lakott városok bűnét Ezékiel próféta összegezte egy Jeruzsálemnek szóló figyelmeztető proféciájában, jövendőlésében. Jeremiás könyve 16. fejezetének 49. versében azt olvashatjuk: íme ez volt a vétke Szodomának, a te húgodnak, kevésség, az étel bősége, és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek nem fogta meg a kezét. Egy olyan város volt, amelyik dúsgazdag volt, kevélyek voltak, nem kellett tartaniuk attól, hogy ellenséges hadsereg szorongatja őt, de ugyanakkor ebben a gazdagságban nem törődtek a szegényekkel, nem törődtek a nyomorban lévőkkel. Ahogy említettem, a férfi lakosság előszeretettel hódolt a homoszexualitásnak, és ezt nemhogy nem titkolták, hanem még büszkélkedtek is vele. Ézsaiás könyvében úgy olvassuk a 3. fejezet 9. versében: vétkeiket Szodoma módjára hirdetik, nem titkolják. Jaj nekik, mert maguknak okoznak bajt. Tehát már az ószövetségi időkben, Jézus kora előtti időkben hírhetté vált a szodomita életmód, hírhetté vált az a fajta bűnös életvitel, amit Szodoma, Gomora és a környező városok, a síkság öt városa folytatott. De az újszövetségi írók is beszélnek Szodomáról, például Péter apostol második levelében, a második fejezet 6. versében így írja:
elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát Isten, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Istennek nem tetszett ez a fajta életvitel. Aztán Júdás apostol, aki Jakab apostolnak volt a fivére, a levelének a 7. versében így ír, ugyanígy Szodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon idegen test utáni kívánság hajtotta őket, példákul szolgálnak nekünk, és az örök tűz büntetését szenvedték el. Maga Jézus is megemlíti Szodomát és Gomorát Máté evangéliumában. Azt mondja itt a körülöttük lévőknek, bizony mondom nektek, amikor így ilyen szófordulattal él Jézus, bizony mondom nektek, az mindig azt jelenti, hogy ami nagyon fontos, nagyon súlyos kijelentése van, elviselhetőbb sorsa lesz Szodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak, amelyik az üdvösséget visszautasítja. Nézzük meg itt az első részben, még mielőtt magával a régészeti leletekkel foglalkoznánk, még mielőtt a régészet tudományának mérlegére helyeznénk ezt a bibliai történetet, hogy hol találkozunk Szodoma és Gomora nevével elsőként. Hát Ábrahám és Lót történetében találkozhatunk ezzel a történetben, és itt korántsem jelképes a történet, korántsem mondaszerű. Úgy olvashatjuk, hogy amikor Egyiptomból eljött Ábrahám és Lót, ahol azért tartózkodtak átmenetileg, és nem az ígéret földjén, mert éhínség volt, és az éhínséget akarták így átvészelni Egyiptomban. Szóval amikor visszatértek Egyiptomból, akkor olyan nagy lett már a nyáj, hogy a két embernek a nyájai állandó viszály forrásai lettek a pásztorok között, és ott el kellett, hogy váljanak útjaik, és Ábrahám bár idősebb volt, Ábrahám volt az ősatya, szabad így fogalmazni, mégis micsoda udvariassággal azt mondta Lótnak, hogy nézz körül, és hogyha te jobbra mész, akkor én balra, ha te északra, akkor én délre, tehát átengedte a választásnak a lehetőségét Lót számára. Lót, mint fiatal, nem mondta azt az idősebbnek sajnos, hogy hát te vagy az idősebb, te döntsd el, hanem amikor felemelte a szemeit, látta, hogy a Jordán völgye mellett fekvő városok, azok gazdag városok, és megkívánta, hogy abban éljen. És így olvassuk Mózes első könyvében szó szerint a 13. fejezetben, felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, mert mindenekelőtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mind Coárig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Milyen érdekes ezt olvasni, ugye Mózes írta le a történetet, és a történet igaz, hogyha Ábrahám és Lót története, Szodoma és Gomorra városainak története igaz, akkor ez a történet körülbelül 400 évvel korábban zajlott le, egy fél évezeddel korábban zajlott le, mint amikor Mózes leírja a történetet. És Mózes idejében már ez a terület, ez már kietlen pusztaság volt. Hogyan írhatta Mózes azt, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld volt, és ezt kívánta meg Lót, és úgy folytatja, ugye, hogy Isten által ihletett ige alapján, mert mielőtt elvesztette volna Isten Szodomát és Gomorát, egészen Coárig, a szemben fekvő városig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje a Nílus völgyében. Tehát a bibliai leírás szerint Szodoma és Gomora városa és a másik három város is nagyon termékeny területen helyezkedett el. Aztán megemlíti a Biblia név szerint ezt az öt várost. Szodoma, Gomora, Adma, Ceboim és Belát, más néven Coár. Így olvasuk Mózes könyvében, történt pedig Amráfelnek, Sineár királyának, Arjóknak, Elászár királyának, Kedorláomeárnak,
Élám királyának és Tidálnak, Góim királyának az idejében, hogy ezek háborút indítattak Bera, Szodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Admá királya, Seméber, Ceboim, vagy Coár királya, bocsánat, Ceboim királya és Bela, azaz Coár királya ellen. Mindezek a Siddim völgyében egyesültek, ahol most a sós tenger van. Micsoda történelmi pillanat ez a Bibliában, nem a mondák szintjén, nem a népmesék szintjén megnevezi azokat az uralkodókat, és azokat a területeket, amelyeket felett uralkodtak, akik összefogtak a mezopotámiai királyok szövetségben, és elnyomták itt a síkságon lévő öt várost, és adót szedtek tőlük. A mezopotámiai királyok adót szedtek ezektől a völgyben lévő városok királyaitól. Itt Mózes világtörténelmi keretbe ágyazza magát a történetet. Azt mondja, hogy a négy szövetséges király, mezopotámiai király rátör Szodomára, és négy másik várossal egyetemben lerombolja lakosságát, pedig köztük Ábrahám unokaöcsét, Lótot, javaikkal együtt fogságba hurcolja. Tehát a Biblia kertelés nélkül nagyon pontosan nevén nevezi az uralkodókat, nevén nevezi a helyszínt, nevén nevezi, hogy mit történik, és így kapcsolódunk be Ábrahám és Lót élettörténetébe. Lót tehát hadifogójá válik, sőt, tehát rabszolgaságba kerül, és Ábrahám a szövetségeseivel összegyűjtett sereget, és miután Istentől kér tanácsot, hogy mit tegyen, ezután elindul, hogy megütközzön ezekkel a seregekkel, és kiszabadítsa Lótot, az unokaöccsét, ami sikerül is neki. És itt egy másik kitekintés arra, hogy Ábrahám micsoda jellem volt. A kor szokása az volt, hogy amikor egy ilyen felszabadító visszaadta a szabadságát egy királynak vagy egy városnak, ahogy itt Ábrahám esetében történt, akkor a hadizsákmány az övé lehetett, és azt mondta Ábrahám, ilyen szabad szavakkal mondanám ezt, hogy ő Istennek az embere, őt Isten hívta el úrvárosából, Isten fog neki olyan földet adni, és minden gazdagságát Istennek köszönheti, ő egyetlen mokaszinnak vagy sarunak a fűzőjét sem fogja elvenni, nehogy valaki azt mondhassa, hogy ezek a királyok, ezeknek a királyoknak a vagyonából lett ő gazdag ember, viszont hát természetesen ő nem rendelkezhetett a szövetségeseinek a jussával, azt mondta, viszont a szövetségeseimet, azokat fizessétek ki, aszerint, ahogy ők kérik a kor szokása szerint. Tehát konkrét városokról, konkrét királyokról, Mezopotámia és a Holtenger melletti, a Jordán völgyének városai közötti kapcsolatról beszélhetünk. És akkor most, hogy a Biblia így elénk tárja a történetét, nézzük meg azt, hogy mit mond a régészet tudománya. Vajon ez a történet teljes mértékben alaptalan, vagy valamelyest a régészet tudománya alá tudja támasztani. Nézzük a király neveket. Hát ugye, hogy sorolnám, Amráfelt, az első királyt, bizonyos szerzők azonosnak vélik Hammurappival, az óbabilonai korszak híres uralkodójával, akinek a törvénykönyvéről az előző részben, vagy a törvénygyűjteményéről az előző részben beszéltünk, hogy mennyire egybecsengett Ábrahám korának szokásaival ez a Biblián kívüli törvénykönyvnek a törvényei, szabályai, de Amráfelnek az azonosítását Hammurappival nem sikerült tudományosan alátámasztani. Ez tehát egy negatív eredmény. Viszont nagyon pozitív a Kedorlaomer, az elámi név egészen biztosan, és ugye tudjuk, már beszéltünk erről, hogy ezekben a nyelvekben a mással hangzókat, tehát amit akkor
Kedornak, vagy most Kedornak mondunk, az akkoriban Kudurnak mondhatták, a lényeg a KDR, és a Kudur a király nevekben gyakori elámi nyelven előszó volt, tehát teljesen bízhatunk abban, hogy ez nem egy kitalált név. Aztán az Arjók név, Arjuk, illetve Arivuk alakban gyakori a Mariban és a Nuziban talált ékírásos szövegekben, tehát ez a harmadik király neve is szintén pozitív oldalon áll. Amráferre még semmit nem találtak. A Tidal ellenben teljesen egyértelműen a Hetita Tudhalia királynév megfelelője. Tehát az első pont, amit kiemelnénk, hogy a Mózes által közel fél évezreddel később leírt történetben szereplő királynevek egyáltalán nem kitalált és égből kapott királynevek, hanem a régészeti felfedezések alapján, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Mózes korában még nem voltak régészeti felfedezések, tehát Mózes nem hagyatkozhatott ezekre a felfedezésekre. Szóval mi a régészeti felismerések alapján mondhatjuk, hogy a királynevek közül hármat alá tudunk támasztani a történettudomány eszközeivel. Aztán ugye a történet arról szól, hogy Ábrahám kiszabadítja a Lótot, és a város lakói visszatérnek, vagy a városok lakói visszatérhettek, de Szodoma és Gomora és a másik három város tovább folytatta bűnös életmódját, és Isten adott nekik egy próbaidőt, ahogy minden egyes embernek van próbaideje ebben az életben, hogy felkészíthesse őt Isten az örök életre, de ezzel a próbaidővel nem éltek helyesen. És hogyha a kedves nézőink egy nagyon szép történetet szeretnének a Bibliában olvasni, akkor olvassák el azt, amikor Ábrahám magával Jézussal beszélget, aki emberi alakban jön el, és arról beszélget, elmondja neki Jézus, hogy el fogja pusztítani Szodomát és Gomorát és a környező városokat, és Ábrahám mint egy alkudozik az Istennel, hogyha 50 embert, ha 40 embert, ha 35 embert, ha 20 embert, vagy ha csak 10 igaz embert talál a városban, akkor ne pusztíts el, és Isten azt mondja, ha csak 10 igaz embert találok, nem fogom a várost elpusztítani, de még 10 igaz embert sem talált a városban. Ahogy a történetet ismerhetik, egyedül Lót, a felesége és a két lánya tudott megmenekülni Szodoma pusztulása előtt. Így olvassuk Mózes első könyvének 19. fejezetében, és bocsátott az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből, és elpusztította azokat a városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, sőt, még a föld növényeit is. Jeremiás is megemlékezik erről, azt mondja, az öt bűnös város egyetlen pillanat alatt elpusztult, kezét sem mozdíthatta benne senki. Jeremiás síralmaiban olvashatjuk ezt a 4. fejezet 6. versében. Az egykor virágzó völgy helyén, ahogy Mózes 5. könyvében olvashatjuk, az egész föld kiégett, csupa kénkő és só, nem lehet bevetni, nem kell ki, és nem nő rajta egy árva fűszár sem. És itt kezdődik az igazi kérdésfeltevés. Hiszen, hogyha ma megnézzük a jelenlegi helyszínt, ahol a Jordán völgye fekszik a Holt-tenger délkeleti részén, akkor azt látjuk, hogy ott egy nagy sivatag van. És vajon, ahol a kígyók és a skorpiók laknak, és teljesen terméketlen, hiheti-e bárki azt, hogy valaha virágzó városok, sőt, hogy a Biblia mondja, az Éden kertjével vetekedő gazdag városok lehettek. Hát először 1964-ben olasz régészek kezdték az észak-szíriai Tel Mardi település közelében annak a halomnak a feltárását, amely alatt az ókori Ebla városát sejtették. A régész neve Paolo Mattie,
és társai választása szerencsésnek bizonyult. A 4 évvel később napvilágra került, majd 1974-ben Giovanni Pettinato által megfejtett ékírásos táblák igazolták, hogy a feltárt település valóban Ebla városa. Az Eblában talált agyagtáblák jelentőségéről már beszéltünk az előző részben. A bibliai régészet szempontjából azért jelentősek ezek a felfedezések, mert egyrészt nagyjából Ábrahám korából származnak, sémi nyelven írottak, ráadásul, ahogy erről beszéltünk, több Bibliában szereplő név is megtalálható bennük. Pettinato állítása szerint az egyik agyagtáblán megtalálta mind az 5 bűnös város, Szodoma, Gomora, Adma, Cebuim és Bela, illetve más néven Coár nevét, és a neves bibliakutató Friedman professzor ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy mind az 5 név egy táblán szerepel, ugyanabban a sorrendben, amelyben a Teremtés könyvének fentebb idézett fejezete is említi. 1978-ban, tehát az írások megfejtése után 4 évvel a Brit Királyi Geológiai Társaság nyilvános ülésén Pettinato azt is közölte, hogy ezeket a városokat a táblán különböző Eblából küldött áruküldemények rendeltetési helyeként említik. Mint egy szállítási levélen a célállomás neveként voltak feltüntetve ezek a városok, és az egyik említett város mellett szerepel a város királyának a neve is, és ez a király, ennek a királynak a neve azonos a Bibliában szereplő királynévvel is. El tudják képzelni, kedves nézőim, hogy az a lelkesedés fogadta a 70-es évek közepén ezt a felfedezést, hogy íme a Biblia a régészet tudomány alapján, a régészeti felfedezések alapján egy hatalmas megerősítést kap, hogy bizony ezek a városok valós városok voltak, és ráadásul abban az időben, amikor Ábrahám élt. Azonban, és itt legyünk nagyon-nagyon kritikusak, az eblai írás sajátosságainak egyre jobb megismerésével az is felmerült, hogy ezeket a neveket esetleg egészen másként kell olvasni, illetve máshogy kell keresnünk az abban felsorolt városokat. Például az ékírás a szövegben szereplő Sidamu, vagy Sidamunak ejthetjük, lehetne éppen Szodoma megfelelője, de a magyar tudós Valgyas Péter megállapítja, inkább Észak-Szíriában kell keresnünk ezt a helyet, tehát nincs köze Szodomához. Pettinato az ékírásos Imaar helynévben Gomora nevét sejtette felfedezni. Nagyon fura, Imárból hogy lenne Gomora, de hogyha tudjuk azt, hogy a héber neve Gomorának Hamora, mely is csak az európai átíráshoz, a Biblia görög fordításánál tették hozzá a G hangot az európai nyelvekben, akkor így már hihető, hogy Imaar Amor, Amora az ugyanaz a város, de aztán kiderült, hogy ez a második évezetből jól ismert észak-szíriai Emárt jelenti, Imaar Emaar, amelyet egyébként pont Eblával egy időkben francia régészek tártak fel. Azért mondtam el ezt a történetet, mert az eblai táblák felfedezése óriási lökést adott Szodoma és Gomora kérdéskörének megválaszolásához. Tudományos vitát indított be, és igazából egy élénk kutatás indult, hogy találják meg ezt az 5 síksági várost, amelyről a Biblia megemlékezik, és amelyet Isten kénköves, tüzes esővel pusztított el. És most menjünk vissza egy picit az időben, mert még, ahogy emlékeznek, említettem, hogy ha a bibliai régészetnek van szülő, atya, vagy a legnagyobb emblematikus sztárja, akkor az nem más, mint Albright, William Foxwell Albright, és még ő maga is a Szodomával és Gomorrával kapcsolatban szkeptikus volt. Azt mondta, hogy nem valószínű, hogy ez egy valódi történet lenne, hiszen hogyha megnézzük a Jordánnak a völgyét, ott sivatag van. Ott teljes mértékben semmiféle nyoma nincs annak, hogy városok lehettek volna ott valaha.
De nem csak, hogy ez, hogy városok, hanem ráadásul még, ha ott városok lettek volna is, egyáltalán hogyan lehettek volna mezopotámiai uralkodók felügyelete alatt, ahogy arról a Biblia beszámol. Tehát találta valamit egyáltalán a régészet, ami alá tudja támasztani a Bibliának ez az egyedülálló állítását? A sivatag helyén termékeny városok, és ezek a termékeny városok mezopotámiai uralkodók fennhatósága alatt. 1920-as évek elejéig kellett várni, és akkor dr. Nelson Glück felfedezte, hogy bizony Mezopotámiát és a Holtenger környékét út kötötte össze egymással. Ennek a valós kiépített útnak a nyomait fedezte föl, amely persze szerencséje is volt, ha szabad így mondani, és hát egy jó tudósnak szerencséje van, hogy egy sivatagi vihar elsöpörte a homokot, és ez feltárta ezt az utat. Illetve korábban, amit a sivatagi vihar betemetett, azt sikerült kitemetni és feltárni. Úgyhogy ez a csodálatos felfedezés mindjárt Albrightot is pozitívabbá tette. Azt mondta, hogy hát volt Mezopotámia és a Holtenger ezen része között összekötő út, akkor menjünk már oda és vizsgáljuk meg a különféle a régészek szemével az ilyen dombokat, halmokat, tárjunk föl, és 1924-ben Albright is a keleti partján a Holtengernek olyan struktúrákat fedezett föl, ásatásokkal, olyan maradványokat, amelyek egy erődnek vagy a templomnak a maradványai lehetnek. Tehát Albright már 1920-as évek közepén bizonyította, de több mint egy sejtés, azt mondta, hogy bizony, a Bibliának igaza van, ezen a területen valaha emberek éltek, méghozzá városlakók éltek. És akkor nagyon halványan összekötötte Szodoma és Gomorra történetét, bibliai történetét ezzel a felfedezéssel. De aztán megint eltelt körülbelül 31 néhány év, és majdnem 40 év, és az 1960-as években Paul Lapp volt az, aki Bedebrában egy hatalmas temetőt talált ezen a területen, körülbelül 20 ezer sírhelyet tárt föl. És nem csak sírhelyeket tárt föl, hanem sárból kiégetett, égetett téglából, vagy kiszárított téglából épült épületeket, vagy azt mondhatnám kriptákat, amelyekbe nyilván halottakat helyeztek, és ez egy hatalmas felfedezés volt. Egy ilyen óriási temető, ahol 20 ezer temetkezési hely van, és körülbelül 500 000 csontváz. Ez azt mutatta, hogy ez a temető több évszázadon keresztül ott a közelben lakó generációk, elhunyt generációknak a temetkezési helye volt. Körülbelül 3 millió, jól hallják kedves nézőink, 3 millió edényt találtak, méghozzá temetkezési edényeket, de más temetkezéshez használt tárgyakat is, például istenségeknek a kis szobrait, vagy pásztorbotot, szandálokat, vagy nádból font kosarakat, olyanokat, amelyekben még mindig találtak élelmiszer maradványokat. Ez tehát teljesen egyértelművé tette, hogy a Biblia által lefestett területen, a Holtenger délkeleti részén városokban, nagyvárosokban éltek emberek több százezren. Ezek a
edények, de az ékszerek, amelyeket itt találtak, vagy a pecsétek, a pecsét lenyomatok, milyen érdekes, már meg sem lepődünk rajta, mezopotámiai mintára készültek. Micsoda hatalmas felfedezés ez. Nem csak, hogy megtalálják a 20-as években a Mezopotámiát a síkság öt városával összekötő, vagy nem is az öt város, hanem inkább fogalmazunk óvatosabban, hogy a Holtenger ma kietlen szakaszán, de akkor termékeny részén volt településeket összekötő utat, Mezopotámia és e között a rész között, és az ott talált edények, ékszerek, pecsét lenyomatok mezopotámiai hatást, mezopotámiai mintázatot mutatnak. Ez teljesen egyértelművé teszi, hogy a bibliai beszámoló egészen hiteles. A mezopotámiai uralkodók, királyok valóban kapcsolatban voltak az itt elterülő városok királyaival. De ha szabad ilyen kicsit jelképesen mondanom, hogy még jobban kapaszkodjunk meg, mert a bibliai régészetnek a felfedezései még meglepőbbek. És azért mosolyogok, mert ez örömmel telítél a szívet. Bizonyára, kedves nézőim, tudják, hogy én teljes mértékben meg vagyok győződve abban, hogy a Bibliában található történetek azok megtörtént események. Valódi emberek, valódi életét, valódi királyok, valódi országainak történetét írja le, méghozzá olyan időrendben, ahogy azok történtek. Semmi kétségem nincs a tudomány felismerése alapján azt mondani, hogy a Biblia az egyetlen olyan szent könyv, amelyet tökéletesen alátámasztanak a régészeti és egyéb tudományos felfedezések. És nagy tisztelettel kell ennek a könyvnek adóznunk, és teljes mértékben bízhatunk benne, hogy ahogy Jézus mondta, illetve az apostolok is fogalmaztak, hogy egyetlen szó, amit ebben a Bibliában található, sem származott emberi akaratból, hanem az Isten által ihletett, amit le van benne írva, és nyilván csak az Isten általi ihletettség adhatta meg Mózesnek azt a képességet, hogy ilyen pontosan írja le az időszámításunk előtti második évezred környékén, az ő korától körülbelül fél évezreddel korábbi eseményeket, neveket, történeteket, helyszíneket. Na szóval, amiért érdemes megkapaszkodnunk, az, mert mondanék egy résztudomány ágat, a paleoetnobotanika, ugye ami arra azt vizsgálja, hogy a régészeti feltárásoknál, a régészeti helyszíneken, vagy az agyag edényekben, vagy a kosarakban, vagy bármi másban talált növények, gabonamagvak, stb. Ilyen maradványok, milyen növényzetről, milyen agrár gazdálkodásról árulkodnak. És ezek a paleoetnobotanikusok Bedebrában búza, árpa, datoja, szilva, barack, szőlő, füge, pisztácia, mandula, oliva, fenyőmag, lencse, csicseriborsó, tök, lenmag és görögdinnye magokat, maradványokat találtak. Tehát valóban egy olyan élet, egy olyan klíma, egy olyan éghajlat, egy olyan agrárium, mezőgazdaság rajzolódik itt a szemünk elé, ahol bizony a kulináris élvezetek, a konyhai élvezetek, a táplálkozás igen gazdag, és ha mondhatom így, igen egészséges is lehetett. Azt, hogy ők aztán ilyen egészségesen és bőségesen táplálkoznak, erről az is árulkodik, hogy ezekben a temetőkben megtalált emberi maradványok, ugye több tízezer, a csontozat alapján a csontvázak arról árulkodnak, hogy az átlag magasság 180 cm fölötti volt.
Tehát a bibliai leírás szerint valóban ezek az emberek mérhetetlen gazdagságban és jólétben éltek, és nem gondoltak Istennel. Aztán folytassuk tovább, mert Jordániában, a Holtenger délkeleti partján 1975 és 1983 között egy sor ókori települést tártak fel Walter Rust és Thomas Schaub, amerikai régészek. Ezek a városok a második évezrednél korábbiak voltak, akkor volt lakottak, majd az időszak végén valamennyi város az derült ki, hogy tűzben pusztult el. Az első öt ásatási idényben a jordániai Bedabra és Numeira települések mellett végeztek kutatásokat. Itt a Numeirát kiemelném, mert az első két ásatási szezonban talán a legérdekesebb, amit találtak, az a borászat. Több mint 4000 éves egészben megaszalódott szőlő fürtöket találtak, amit a sivatagi klímának köszönhetünk. Nem volt nedvesség, és nem rohadtak el. És Mózes is beszél arról az ötödik könyvében, hogy Szodoma szőlői és Gomora szőlős kertjei, tehát ez a lelet is alátámasztja, hogy a mózesi történet az egy valós, igaz történet, nem a mondák, nem a népmesék világának szintjén van. A 90-es években aztán Rust és Schaub még további 30 rom települést tárt fel a környező vidékeken. Így aztán a régészek között mára nagyjából elfogadott álláspontá vált az, hogy ezek az említett romvárosok közül Bedabra és Numeira a Bibliában említett öt szidimvölgyi várossal lehet azonosítható. Ezt a gondolkodásmódot az is alátámaszthatja, hogy az időszámításunk szerinti 6. században készült bizánci padlómozaikon, a híres Madaba térképen Coár is egyértelműen beazonosítható. Erről a városról, Coárról írta Josephus Flavius, zsidó történetíró, aki azonban római volt, hogy Szodoma pusztulása után Lót leányaival eljutott egy kis helységbe, amelyet megkímélt a tűz. Ennek a helységnek a neve még ma is Zohor, Coárra ragoz, ami héberül annyit jelent, hogy kicsiny. Ott élt egy darabig, távol az emberektől, nélkülözésben és nyomorúságban, írja a Zsidók története című könyvében. De menjünk még tovább a gondolkodásunkban, mert a bibliai régészet sztárja, atya, ha szabad így fogalmazni, Albright szerint a Mózes könyvében, a Teremtés könyvében szereplő öt város valaha a Holtenger délkeleti partján feküdtek ugyan, de hogy a tenger, a víz előre nyomult, emiatt ezek már régóta víz alá kerültek. Tehát Szodoma és Gomora maradványai ma a Holtenger vize alatt nyugszanak. Nem légből kapott ez az állítás, mert ugyanezt állította Josephus Flavius is a Zsidó háború című könyvében. Idézek belőle. A tó, amely egészen az arábiai Coárig húzódik, 580 stadion hosszú, 150 stadion széles, partjával határos Szodomitis, Szodoma, valamikor virágzó és termékeny tartomány, amelynek pompás városai voltak, de mindenestül tűz pusztította el, mert lakóinak istentelensége miatt villám sújtotta és földig égette. Még most is mutogatják az égből hullott tűz maradványait, mondja Josephus Flavius, időszámításunk szerint az első században, és a tóban öt város kör vonalai látszanak. Tehát Albright és Josephus Flavius is arról beszél,
hogy ez az öt város már a holtenger alatt van, és lássunk csodát, kedves nézőink, Dom Laing, geológus, és Michael Sanders 1998-ban ugyanezt állították, de ezt már űrfelvételek alapján, ha szabad egy szóviccel élnem, légből kapott, de nagyon komolyan. Azt mondják, hogy űrfelvételek alapján végre megoldódhat az öt bibliai helyszín rejtélye. A holtengerről készült szatellitképeken, műholdképeken ugyanis furcsa víz alatti alakzatokra lettek figyelmesek. A Jordán folyó torkolatától keletre egy csatorna maradványait vélték felfedezni, a délkeleti részen nagyjából Coárral szemben, pont ahol a Biblia beszámol, hogy hol van Szodoma és Gomora, pedig mesterséges építmények maradványait vették ki az űrfelvételen. Ezt nagyon komolyan vették, ezt az űrfelvételt, és szép számmal akadtak támogatói, hogy akkor ezt kutassák tovább. Sanders tervét a British Museum egyik kutatócsoportja és a Tel Avivi Egyetem régész csoportja is támogatta. 1999. novemberében egy kétszemélyes mini tengeralattjáróval ereszkedtek alá a holtengerbe, ugyanazzal a mini tengeralattjáróval, amelyik megtalálta a híres Lusitania utasszállító maradványait. A merülésben nem csak a két kutató, hanem ugye kétszemélyes volt, más legénységgel mentek, részt vett Cvi Ben Avraham is, a holtengeri kutató központ igazgatója. Az 5 méter hosszú tengeralattjárót Kaliforniából hozták a térségbe, és a holtenger sós vizében fellépő felhajtó erő leküzdésére ólom nehezékeket aggattak rá. Idő és pénz szűkösségre való tekintettel csak 4 merülést végeztek. Persze nem csak az idő és a pénz miatt, hanem amiatt is, hogy ugye a holtenger katonai terület, amelynek közepén húzódik Jordánia és Izrael államhatára, és a jordán katonai hatóságok kiparancsolták a tenger alatt járott a vízből, ezért tudta csak 4 merülést végezni, és Sanders a nehézségek ellenére egészen biztos abban, hogy a víz alatt felfedezett 400 négyzetméteres területen fekvő gátak csak is emberi kéztől származhatnak. Kedves nézőim, mezopotámiai kapcsolat, a térség egyezik, a városok lakosainak életmódja egyezik a bibliai beszámolóval, és ráadásul még itt a holtengerben található 5 városnak a nyomai is azt látszanak megerősíteni, hogy Szodoma és Gomora története igaz történet. Foglalkozunk végül a kénköves eső kérdésével. Mózes első könyve a teremtésről ugye így fogalmaz 19.24-ben, az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsátott Szodomára és Gomorára, 25. vers, így pusztította el azokat a városokat és azt az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt a növényzetet is. Az a szó, amit kénkövesnek fordítunk magyarra, az a gafrit héber szó, és valóban legtöbbször a kénnel hozzák összefüggésbe. Viszont a Targum Jonathan ben Uziel ezt a szót arámiaira a kivrata szóval fordítja, az pedig aszfaltot, bitument jelent, és milyen érdekes, hogy a holtenger környékét úgy ismerjük, mint aszfaltban, természetszerűleg nagyon gazdag. Maga Josephus Flavius a holtengert úgy nevezi, mint az aszfalt tava, és maga Josephus azt írja, hogy az aszfalttó részben azért alakulhatott ki annak eredményeképpen, ahogyan Szodomát és Gomorát elpusztította az Isten. Kedves nézőim, ezeket a tényeket szerettem volna önökkel megosztani. Sohasem szándékom győzködni senkit sem arról, hogy észérvek nélkül, vagy gondolkodását feladva higgyen a Bibliában. Azt gondolom, hogy igenis
tudományosan, tudományos kritikussággal és józan gondolkodással kell a Biblia történetehez közelítenünk, de amikor a tudomány azt mutatja, hogy a Biblia megbízható, akkor viszont nagyon komolyan kell vennünk. És itt azzal szeretnék búcsúzni, azzal a figyelmeztetéssel, amit Istenünk mond, azt mondja nekünk Jézus Krisztus, hogy ahogyan Szodoma és Gomorra tűz által pusztult el, úgy fog ez a bűn földje is tűz által megégni, és a tűz általi megégés után újjá fogja teremteni Isten a földet, új eget és új földet teremt, és azok, akik olyan jellemet fejlesztenek Isten szent lelkének segítségével, ami alkalmassá teszi őket a mennyre, azok lesznek a lakói ennek a mennynek, és később ennek az új földnek. És én kívánom önöknek, hogy a Bibliát olvasva, imádkozva, önök is majd lakói lehessenek az új földnek velem együtt. Kérem, tartsanak velem a következő alkalommal is, a viszontlátásra!